Ezen a lemezen egy nagyon érdekes kohéziója hallható a szabadzenének és a megtervezett részeknek. Az igazság, hogy mi már régóta játszunk így, együtt a fiúkkal. Próbáljuk mindig megtalálni azt a határt, ahol a megírt rész természetesnek szól, és az improvizált rész pedig megírt alkotásnak szól. Ugye ez egy nagyon nehéz határ. Azt gondolom, hogy a trióval ezt kutatjuk, a megírt rész, a kollektív improvizációnak egy olyan töréspontját, ahol úgy jön át a fény, tehát ahol úgy tud megszólalni a zene, hogy az adott pillanat is hallatszódjon, és hallatszódjon mögötte a koncepció. Nagyon-nagyon nehéz dolog egyébként ezt a fajta muzsikát játszani, mert itt túlnyomó részben a jazzen belül is nagyon komolyan improvizatív jellegű a zene, tehát tulajdonképpen egy ilyen kollektív párbeszéd, amit mi folytatunk a együtt muzsikálás során. Nagyon-nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy volt időnk előtte játszani koncerteket is, és próbáltunk, és azáltal, hogy Andrással már nagyon hosszú évek óta együtt dolgozom, és Lezsővel is most már idestől több mint 4 éve, így azért most már egyre könnyebb az egymás hangolódás, és egyre könnyebb egymás gondolatait olvasni. 12 éve játszunk együtt a Dezsővel, azt elmondhatom, hogy a Dezsőnek a pályafutását is, a zenei munkásságát végig kísértem. Először jazz standardekkel kezdtük, utána folytattuk a további munkásságával, ami hangszereléssel történt. Rengeteg munkában részt vettem vele. Nagyon jól éreztem magam, nagyon boldog vagyok, hogy olyan emberekkel játszhatok együtt, akik nem csak zenésztársaim, hanem nagyon jó barátaim is, és innentől kezdve ugye az embert már a piros lámpa fénye sem tudja feszélyezni, és meg tudja oldani azt, hogy az éppen aktuális érzelmeit tudja erre az érzelmeit felrögzíteni a szalagra.